tisztelt Országgyűlés, felszólásra jelentkezett Szávai István képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport. Megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, magam szintén az e-cigarettával kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mint olyan is, aki használja ezt az eszközt, és aki 20 év cigarettázás után kezdte el ezt a leszokás segítő, szeretném hangsúlyozni, hogy legalábbis én magam részéről mindenképpen így érzem, leszokás segítő eszköznek a használatát. A Jobbik nem tudja elfogadni ennek a javaslatnak azon passzusait, amik az e-cigaretta forgalmazásával kapcsolatosak. Korábban önök, korábban a Fidesz éppen azért hozott törvényt a nem dohányzók védelme érdekében, hogy többek között az éttermekben, nyilvános helyeken, tömegközlekedési eszközökön tartózkodó polgárokat ugye a passzív dohányzásnak a káros hatásaitól védje. Most ez a javaslat éppen az elektromos cigaretta tulajdonosokat kívánja a dohányzásra kijelölt helyekre üldözni és a passzív dohányzásnak kitenni. A javaslat ugye nem csak a használatnak a helyét korlátozza, hanem szigorú feltételeket szab az elektromos cigaretta kereskedelmének is, hiszen árusító jogot egyedül a nemzeti dohányboltok kaphatnának, egyébként szűkített árukészlettel. Ezzel a lépéssel egyébként nem több történik, mint hogy egy körülbelül 4-5 milliárd forintos piacot a kormány ismét a saját haverjainak oszt le. Fontos tisztázni azt, ami már itt elhangzott Rieck képviselőtársamtól, de talán máshol is, hogy az elektromos cigarettának semmi köze nincsen a hagyományos cigarettához. Ez valójában nem cigaretta, valójában nem dohány, összehasonlíthatatlanul kevesebb káros hatása van, káros anyaggal rendelkezik, ha rendelkezik egyáltalán, hiszen itt fontos különbséget tenni például, mint ahogy hallhattuk, a nikotinos vagy a nikotinmentes elektromos cigaretták között is. Magam is találkoztam azzal a kutatással, amely azt mondja, hogy az e-cigi használata az 95%-ban kevésbé ártalmas, tehát nem egészségesebb nyilvánvalóan, kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Az a vízgőz, amit ez fejleszt, az nem, vagy csak rendkívül kevés mértékben tartalmaz vagy tartalmazhat káros anyagot, így senki nem válik akaratlanul passzív dohányossá. Ezt a javaslatot azonban elfogadjuk, akkor éppen az e-cigaretta használókat tesszük ki, sőt kényszerítjük rá gyakorlatilag a passzív dohányzás káros hatásainak az elviselésére. Én emlékszem arra, hiszen akkor még egyébként dohányosként és a törvényt ellenzőként, vagy azt meglehetősen inkvizitorként, tartóként szóltam még hozzá annak idején a nem dohányzók védelméhez szóló törvényhez. Emlékszem azt is, hogy milyen hasonló képmutatás jellemezte azt a törvényt, és akkor, amikor a párt kijelölte az egyik képviselőt, a emlékezetesebb teljesítményt egyébként különösebben nem nyújtó Heinz képviselő társunkat, aki egyik napról a másikra bejelentette, hogy ő aztán leszokott a dohányzásról és a dohányzás elleni dohányzás ellenességnek az élharcosává vált, aztán pár héttel később persze már stikába titokba dohányzott, itt tudtam ott, és egy pár hónappal később vissza is szokott. Hát nagyjából ennyivel volt hiteles az egész törvény is egyébként, amit az ő előterjesztésében annak idején elfogadtunk. A legfontosabb érvek akkor mind a dohányzás nyilvános helyeken való megtiltása, mind a dohánytermékeknek a nemzeti dohányboltokba való terelése. A legfontosabb érv az az egészségvédelem volt, a fiatalok egészségüket romboló termékekhez való hozzájutásának a megakadályozása. Az e-cigarettát használó emberek, kedves képviselőtársaim, ezek nem dohányos emberek, ezért őket is megilleti a nem dohányosok védelme. Ez a törvényjavaslat ezzel éppen ellentétes. Ugye több kutatás megvizsgálta már az elektromos cigarettának a hatását és a használójára és környezetére egyaránt. Egy nem régiben elkészült új-zélandi kutatás szerint például az elektromos cigarettából kimutatható káros anyagok szintje nagyjából 1%-a csupán a hagyományos dohányfüstben mérhető mennyiségnek. Tehát kutatás van bőven, pró és kontra lehet kutatásokat itt hozni. Érdemes lehet megvizsgálni például, hogy az elektromos cigarettát veszélyesnek tartó kutatásokat valójában
szponzorálta-e bárki a háttérből. Minden esetre azért az bizonyára nem véletlen való, és ezt körülbelül 3-4 héttel ezelőtt ezt magam is kajánul tapasztaltam, hogy talán azért van némi összefüggés a között, hogy az INTS pár héttel ezelőtt publikált egy kutatást, és hogy most ez a javaslat éppen most került ide a ház elé. Sokak szerint az e-cigaretta ma az egyik leghatásosabb eszköz a vágott dohánytermékekről, cigarettáról, dohányzásról való leszokásnak. Többek között ezt az új-zélandi kutatást vezető, egyébként nem merek kísérletezni, hogy kimondjam a nevét, professzor úr szerint is, aki szerint ez a nikotin mennyiség, ami az e-cigarettában található, elegendő ahhoz, hogy a függésséggel járó elveneti tüneteket kezelje, ha tartalmaz egyáltalán nikotint, szeretném hangsúlyozni. Gondoljunk tehát bele arba, hogyha egy pár hónapja leszokott dohányost száműzünk a kijelölt helyekre, hogy az a milyen nyomás alá helyezzük gyakorlatilag őt, ugye fennáll a lehetősége nyilván annak, hogy ez a személy visszaszokik, illetve amennyiben az elektromos cigarettának minden olyan használati lehetőségét, terét megszüntetjük, ami eddig a hagyományos dohányzással szemben megvolt, az nyilván kevésbé lesz vonzó, kevésbé lesz motiváló, tehát a dohányzásról való leszokás is valójában sokkal nehezebbé fog válni, hiszen egy olyan ember, aki eldöntő, hogy leszok a dohányzásról, ezt tettem én idén év elején, annak sokkal kevesebb kapaszkodót fogunk adni, sokkal kevesebb lehetőség lesz, hogy valamilyen pótszerrel, mert valójában az elektromos cigaretta mondjuk egy, van az egy pótszer, egy pót cselekvés, amely valamilyen hasonló élményt nyújt, berögzött, megrőződött szokásokkal szemben. Na most, hogyha ezt a lényegi különbséget megszüntetjük a között, hogy hol lehet dohányozni és hol lehet elektromos cigarettát használni, az értelemszerűen nem fogja segíteni a dohányzásról való leszokást. A kormánynak tehát, tisztelt államtitkár úr, nem ellehetetleníteni kellene az e-cigaretta használóit, hanem éppen ellenkezőleg abban kellene motiválni őket, vagy abban kellene motiválni a hagyományos dohányosokat, hogy az elektromos verzióra szokjanak át. Ez a törvényjavaslat ezt semmiképpen nem fogja segíteni. Van, aki azt mondja, hogy ha 100 000 dohányos átszokik az elektromos cigarettára, az éves szinten csak nem 600 életet menthet le. Tehát statisztikával bőségesen találkozhatunk. Ugye az e-cigarettát ellenzők leggyakrabban a nikotin tartalomra és annak a káros hatásaira hívják fel a figyelmet. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy a hazai elektromos cigaretta ellenes tanulmányokban is jól látható, hogy a hazai felhasználóknak a többsége az nikotinmentes terméket használ. Amikor készültem erre a felszólásra, akkor megnéztem az ellenérveket, tehát meglehetősen úcska ellenérvekkel lehetett találkozni, például ilyenekkel, hogy egy kisgyerek valamikor megitta ezt a folyadékot, amit az elektromos cigarettához használunk, és akkor emiatt lett baja, vagy például azt, hogy az elektromos cigi nem segít valójában a leszokásban, hanem inkább könnyebben rászoktatja a rendes cigarettára azokat, akik egyáltalán nem akarnak dohányozni, vagy lehetett hallani olyan vaskos érvet, hogy tűzveszélyes az elektromos cigarettának a töltő berendezése, hát ezzel az erővel bármilyen elektromos berendezés az lehet, még akár egy mobiltelefonnak a töltője is. A rendes cigarettával való rászokásnak a kockázata az éppen akkor sokkal jelentősebb, hogyha nem dohányzókat, az aktív dohányosok mellé küldjük, államtitkár úr. Magyarországon az e-cigarettát használóknak a száma az egyébként folyamatosan emelkedett az elmúlt években, és ezzel párhuzamosan, nyilván ez összefügg, csökkent a kereslet a különféle gyógyszergyárak által készített leszokást segítő termékek, például a tapaszok irányt. Ezáltal ezek a cégek, ezek a gyárak is nyilván bevételkiesést tapasztaltak, vagy szenvedhettek el. Ezen iparágak értelemszerűen mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket az embereket visszatereljék a dohányosok közösségébe. Nagyon szomorú lenne, hogyha úgy tűnne, hogy a magyar kormány is ebben a törekvésben partner. Ha szándék nem is ez, de a javaslatnak a következménye az mindenképpen ez lesz. Az elektromos cigarettát érintő javaslatok kapcsán több civil szervezet egyesület is felemelte a hangját, eljuttatott javaslatokat országgyűlési képviselőkhöz. Nyilatkoztak a sajtóban többek között ugye a Villanypára Egyesület és az elektromos cigaretta platform polgári egészség megőrző mozgalom is, akik azt hangsúlyozták
az általam is ismertetett már egyébként egészségügyi kockázatokat. Továbbá kiemelték azt, hogy a törvény elfogadásával több száz ember veszítheti el a munkahelyét. Ugyanis az elektromos cigarettát a jövőben ugye kizárólag csak is a nemzeti dohányboltok árusíthatják, mint tudjuk. Így a kormány gyakorlatilag tönkreteszi azokat a kisvállalkozókat, akik behozták és népszerűsítették, fellendítették ezeknek a termékeknek a forgalmát. Ezekben a boltokban, erről Rieck képviselőtársam is beszélt, több éves tapasztalattal rendelkező tudományos és a műszaki, de leginkább a műszaki hátteret ismerő gyakorlott eladók állnak rendelkezésre, akik élvezik a körülbelül, most azt mondják, hogy nagyjából 150 ezer hazai szolgálónak a bizalmát. A dohányboltok eladóitól értelemszerűen ez nem lesz elvárható. Az e-cigarettáknak a nemzeti dohányboltokba tereléséhez tehát nem túl sok köze van az egészségvédelemnek. Ez a javaslat valójában a korábban trafiknyertes haveroknak kedvez, államtitkár úr, képviselőtársaim, egy 5 milliárd forintos piacot oszt újra hatalmi szóval a kormány. Teszik ezt önök egyébként úgy, hogy a magyar állam elkezdte most sorozatban elveszíteni a trafikpereket Strasbourgban. Ugye tudjuk, hogy egy soproni trafikus esetében Vékony Lászlónak hívják az urat, akit 2013-ban ugye megfosztottak önök a trafikus engedélyétől. Nos, ő a magántulajdonhoz fűződő jog megsértése miatt perelte be a magyar államot, és nyert egyébként 15 ezer eurós kártérítést. Sorba fognak majd jönni ezek a perek. Önök most valójában ugyanezt ismétlik meg, csak most nem az eddigi trafikokat fogják erővel bezárni, megszüntetni és gyakorlatilag államosítani, kommunizálni, hanem azokat a kis boltokat, illetve szaküzleteket, amelyek most ezeket a termékeket árulják. Monár képviselő asszony is hivatkozott bőségesen arra, hogy a fiataloknak az egészségvédelme az milyen nagyszerűen megvalósul majd, ha innentől kezdve csak nemzeti dohányboltokban lehet kapni e-cigarettát és hozzá hasonló termékeket. Mara egyszerűen meg lehet ezt oldani, képviselő asszony, ezekre a most meglévő elektronikus cigaretta szakboltokra is ki kell rakni a 18-as karikát, létre kell hozni, vagy be kell vezetni ugyanazokat a törvényeket, ugyanazokat a rendelkezéseket, amelyek itt az árusításra vonatkoznak, ugye a fiatalkorúaknak a belépésével kapcsolatban, például vagy a kiszolgálásával kapcsolatban. Ennyivel meg lehetne oldani az egész kérdést. Nyilván a haverok profit érdekén kívül semmilyen racionális indok ennek a javaslatnak nincsen. Ugye rosszabb esetben legfeljebb majd ezeket a boltokat is szexshopnak fogják nézni a külföldiek, mint a nemzeti dohányboltot, de nyilván ne ez legyen az akadály. A tervezet az e-cigi boltok bezárása mellett, ugye bezárná a webáruházakat is, ezzel még inkább ellenőrizhetetlenné válna a forgalmazás, ugyanúgy veszélybe kerülhetne a termékbiztonság, és egyébként félő, hogy fellendülhet a fekete piac is, amely egyébként az államnak valójában bevétel kiesést fog eredményezni. Hoztam egyébként én közben magammal egy e-cigarettát, ennek egyelőre még semmi nem tiltja a használatát. Összességében annyit szeretnék elmondani, tehát nem fogjuk ezt a javaslatot támogatni. Az e-cigarettás államtitkár úr nem dohányzik, így megilleti a nem dohányzók védelme. Nem lehet hagyni, hogy ez a TOLSZ tájékoztatás elbizonytalanítsa az e-cigarettára áttérő szándékozókat és a már kizárólag e-cigarettát használókat. Meg kell várni a Semmelweis Egyetemnek egyébként egy folyamatban lévő kutatását, kutatási eredményeit, és talán ki kellene kérni az e-cigarettát használóknak a véleményét is. Önök jó szokásuk szerint, amikor ezt a törvényjavaslatot beterjesztették, természetesen minimális szinten sem törekedtek az érintettekkel való egyeztetésre, de ezt az elmúlt 5 év alatt már egyébként láthattuk. Nem szeretnénk tehát hagyni, hogy a passzív dohányzást megszüntető eszközöket ellehetetlenítsék, mert itt most valójában ez történne. Nem szeretnénk és nem értünk egyet az internetes áruházaknak a bezárásával és betiltásával. Nem szeretnénk, hogy a fekete kereskedelem növekedjen, és nem szeretnénk azt, hogy a multinacionális óriás cégek bármilyen szempontból is befolyásolhassák a törvényhozást. Tisztelt államtitkár úr, ez egy e-cigaretta a kezemben, ennek a használatát már itt, nem most csődőj már be. Ennek a használatát. Képviselő úr, megkérhetem arra, hogy ezt szíveskedjen befejezni az ülésteremben. Ennek a használatát képviselőtársam már ismertette.
Szívesen, elnök úr, hogyha amennyiben ezt ön tájékoztató. Igen, ezt megkérem nagyon határozottan, a szemléltetés majd valahol máshol végezzel. Rendben van, egy tömeg itt van továbbra is a kezemben. Egyelőre egyébként nem tilos elcigarettát használni, akár még itt a parlament ülés termében sem. Erre szeretném felhívni államtitkárnak a figyelmét. Ez lehet, hogy kimaradt egyébként ebből a javaslatból, úgyhogy javaslom, hogy gyorsan tiltsák be ezt is. Összességében államtitkár úr sem politikai, sem egészségpolitikai, sem szakmai és sem gazdasági szempontok nem indokolják azokat a javaslatokat, amelyek az e-cigaretta forgalmazásával kapcsolatosak, és nem indokolják azokat a javaslatokat sem, amelyek az e-cigarettát használókat passzív dohányzásra kényszerítenék, és önök úgy akarják megvédeni a magyar emberek és a magyar fiatalok egészségét, hogy valójában azoknak az egészségét veszélyeztetik, akik az első lépést már megtették ahhoz, hogy a dohányzásról leszokjanak. Köszönöm szépen! Ismételten tájékoztatom, képviselő úr, az ülésteremben szemléltetésnek helye nincs, erről tájékoztatni fogom házelnök urat. Tisztelt országgyűlés, folytatjuk a felszólalásokat. Természetesen házelnök úrnak van joga eljárni ezekben az ügyekben.